Csak is én apa. Ebben a videóban azt fogom említeni, hogy a game makerrel hogyan csináljunk ikont. És a játéknak ikont. Kattintsunk rá. Szokásos módon. Így. És ha bejött. Nincs más dolgunk, mint hogy erre, vagy már, hopp. Igen. Erre rá kattintani. És itt a igen, a resolúciómra. Nem, a loadingra kell kattintani. És itt a Sange ikonra kell kattintani. Ez az alap, de be lehet állítani. Például én mondjuk egy régi játéknak fogom, még az első gépben mondom, mindegy. Azt. De mondjuk Game Maker-en is vannak ikonok. Például megmutatom. Így. És itt a Sprite. Ide az ikonra kell kattintani, és be fogja hozni ezeket. Ezek az ikonok, de bele mást. Ahogy én mondtam, én egy régi játéknak fogom. Hú, van. Mert azért cigány, mert ilyen niggeres, ilyen. Nem sértem meg a niggereket, meg ilyenek. Csak én neveztem el, és itt van ez. Rákattintok, és akkor beállítja annak. Jó, hogy gyorsan csinálok valamit, ezt már nem fogjátok látni. Oké, most csináltam valamit, és most bejött, és nézzük meg az ikonját. Átváltozott az ikonja. Remélem, hogy segítettem, és sziasztok!